Eddig csak fuvolatanárként vett részt a zeneiskola életében, most azonban már ő végzi el a vezetői teendőket is. Máténi Hepp Andrea lett ugyanis a Fusz János Zeneiskola megbízott igazgatója. De hogy is történt mindez? A Fritz Erika, a tagi intézményvezető, akkor ő keresett meg először, első ízben, hogy érdekele ez a pozíció, akkor rögtön hárítottam, hogy nem. Nem éreztem úgy, hogy én ilyen babérokra szeretnék törni. Aztán a kollégáim, a pedagógusok kezdték el nyúzni a fülemet, hogy de igenis, hogy ezt csináld meg az iskolát, és próbáljuk meg, mert milyen jó lenne, hogyha így a mi kis belső atmoszféránk, a mi kis belső világunk így megmaradna. Elgondolkodtam rajta, megbeszéltem a családommal, és végül belevágtam. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát kellett tennie ahhoz, hogy ő lehessen az intézmény vezetője. Az eredetileg 2 éves képzést gyorsítva 1 év alatt tette le. A Tolnai Zeneiskola azonban nem újdonság az életében. 2007. szeptemberétől tanítok fuvolát. Az unokatestvérem Hepp Attila hívott, vagyis hát ő ajánlott be az Erikánál, akkor én még utolsó éves egyetemista voltam, hogy van lehetőség arra, hogy félállásba tanítsak, úgyhogy az utolsó évemet azt már, az egyetem utolsó éveit már itt töltöttem, és azóta gyakorlatilag aktív tagja vagyok a tantestületnek. Szekszárdon is tanítottam a Liszt Ferenc Zeneiskolában, addig, amíg nem született meg az első kisfiam, de a szívem az ide húzott Tolnára, tehát én itt érzem jól magam, Szekszáron is nagyon szerettem dolgozni, de valahogy én itt találtam meg az én kis világomat. Természetesen tervei is vannak az új igazgatónak, de azt mondja, most az a legfontosabb, hogy meg tudják tartani a tanítványaikat és tanáraikat. Azonban beavatott minket a távlati tervekbe is. Hát az zongora tanszak az egy nagyon sarkalatos probléma nálunk, mert a évek óta kisegít nálunk a Dubai Tamásné Zsuzsa néni. Nincs egészállásos zongoratanárunk, csak félállásban dolgoznak. Selejló Szandra Bonyhádról jön hozzánk, illetve Juhász Dorina is Bonyhádról, illetve Pécsi Egyetemen most utolsó éves hallgató, és ő jár le még hozzánk félállásban tanítani óraadóként. Úgyhogy a terv az lenne, hogy hosszú távra egy egészállásos, kinevezéses zongoratanárt biztosítani. Szeretnénk természetesen a Szandrával is tovább dolgozni, a Dorinával is. A Zsuzsa néni már évek óta kisegít minket, úgyhogy nagyon szeretjünk mindenkit, tehát mi velük is nagyon szeretünk együtt dolgozni, de a cél az, hogy hosszú távra zongoratanárunk legyen. Az én szívem vágya az, hogy az ének, a magánének szak, azt be tudjuk hozni a suliba. Elég sokszor kapunk olyan telefonhívást, kérdeznek és érdeklődnek, hogy lehetne énekelni nálunk. Ilyenkor mindig csak azt tudjuk mondani, hogy igen, kórus van, de kell mellé egy főtárgyszak. Vagy zongora, vagy fuvola, vagy gitár, bármilyen fúvós tanszakon, bármit lehet, de magánének szak az nincs. És azt általában a nagyobb gyerekek szoktak énekelni, és nagyon sokszor előfordul az, hogy idő előtt abba adják a gyerekek a tanulmányaikat, lealapvizsgáznak, és utána már nem éreznek esetleg magukban már vágyat, hogy tovább csinálják, tovább zenéljenek. Ez megint csak egy jó lehetőség arra, hogy egy kicsit kipróbálják magukat más téren is. Főleg azok a gyerekek, akik még kórusban is énekelnek, ők szeretnének továbbra is. És hogy hogyan érzi magát vezetőként? Ez a 3. hét, és most már érzem a felelősség súlyát eléggé, és hogy sokszor jönnek váratlan feladatok, hogy nem csak azokat a feladatokat kell elvégezni, amik e-mailben kapunk esetleg, vagy e-mailben jönnek, hanem jönnek a telefonhívások, hogy ez is, ez történt, ezt most azonnal oldjuk meg, és most még nehéz, és fáradt vagyok, tehát fáradt most egy kicsit. Én optimista vagyok, úgyhogy most a feladatunk majd az lesz, hogy valami jó programot kitalálni, illetve valami online videókat, vagy valami karantén jellegű videókat kitalálni, hogy ha nem jöhetnek be hangszerbemutatóra, nyílt napra a kisgyerekek, akkor milyen módon
hozzuk újra őket ide be, tehát az új tanítványok toborzása, az új gyerekek, az fontos. Az új igazgatót megbízási szerződéssel 2025. augusztusáig nevezték ki.